vagyok, a Vadvirágok könyvműhelytől, és akkor bemutatnám a legutóbbi kiadványainkat. Először is a Lusta, a Kázmér és Huga képeskönyve Lusta vasárnapokra címűt. Ezt már régóta várták sokan, és mi is nagyon örülünk neki, hogy végre megjelent. Ez ugyanis színesben tartalmazza az első 5 Kázmér és Huga kötet vasárnapi képsorait. Kiegészítve egy 10 oldalas, gyönyörű akvarell kompozícióval. Ebből áll ez a kötet, érdemes belenézni mindenképp, mert különleges élményt nyújt a színek miatt. A következő, amiről beszélnék, a Vízisten mennyasszony a 9-es, tehát ez a kórai képregények szerelmeseinek megszokott történet, megszokott gyönyörű rajzok. Érdemes belenézni annak, aki ezt a stílust kedveli. A Uszagi Jócsimó 11-es kötete, ez pedig a 10-es kötet komorsága után. Ez visszatér az előzőek ritmusához, tehát itt vannak viccesebb történetek is, sok visszatérő szereplő, Neko Ninjak, Genosuke, Jay, tehát sok olyan szereplő, akivel eddig már találkozhattunk, és ami a legnagyobb újdonság ennek a kötetnek, hogy kiderül, hogy Uszaginak miért van szemöldöke, illetve szemöldöke van-e vagy sem, mert ugye csak egy van neki, aki megfigyelte, jó megfigyelő, az észrevehette, és ebben a kötetben fény derül ennek az okára. A másik pedig pár kocka, ami a csövön elfér, magyar rajzolók webes képregényeinek egy összesítése. Kim Ir-sen vicces megjegyzéseivel, szintiszta humor, nagyon jó, nézzétek meg. Kik a rajzolók? Béla bátyó, grafitember, Göndörcs, Marabú, Plá, és Kim Ir-sen ugye a kommentekkel. És akkor a végére egy olyan kiadvány, ami nem képregény, de úgy gondoltuk, hogy a kiadó profiába belefér a kórai vonatkozása miatt. Ez a Silla Királyság égköve, a tévésorozatnak egy könyvváltozata, némileg eltérő forgatókönyv alapján készül, egy rendkívül izgalmas történet, történelmi vonatkozásokkal és egész kevés romantikával. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen!